Magyar Nemzeti Bank támogatásával újraindul pénzügyi fogyasztóvédelmi sorozatunk. A mindennapi pénzügyeink első témája családi költségvetés a járvány okozta kockázatok esetén. Kedves nézőink, a Szótér Egyesület az MNB támogatásával újraindítja kedvelt fogyasztóvédelmi sorozatát. A következőkben azokat az aktuális pénzügyi teendőket, tudnivalókat mutatjuk be önöknek, amelyek a koronavírus járvány okozta egyéni és családi nehézségek között segítenek bennünket eligazodni. A mindennapi pénzügyeink első témája a családi költségvetés egyensúlyának fontossága, problémái és kezelésük a COVID-járvány okozta kockázatok esetén. Vendégeink Vas Ildikó és Ferke Norbert pénzügyi szakértők. Köszöntöm Önöket! Előző adásainkban többször szó esett a családi költségvetés fontosságáról, beszélgettünk erről, milyen különös gondokat okozhat a koronavírus járvány a bevételek és a kiadások rövid, illetve hosszú távú egyensúlyának megbomlása tekintetében. Hát ez egy érdekes helyzetet hozott, mert hogy rögtön a bevételek és a kiadások szerintem átalakultak most itt a vírus kapcsán. Itt gondolok azzal, hogy nagyon sok munkahelyet érintett ugye a vírus helyzet. Munkahelyek megszűnésétől kezdve a munka óraszám csökkentésével ez ugye a jövedelmeket rögtön érintette. A kiadások is megváltoztak, és szerintem ezt, hogyha így elkezdjük beszélni, hogy a változás miatt, a home office milyen változásokat hozott a jövedelm vagy a kiadások terén, akkor már rögtön láthatjuk, hogy egész komoly változások jöttek. Több gyógyszer fogy, több informatikai eszköz fogy, mi történik? Én azért úgy gondolom, hogy a változás az mindig lehetőségeket is jelent, tehát valóban vannak negatív vonzatai, de szerintem ha előjön a megfelelő kreativitás, és ez az új helyzethez megfelelő módon alkalmazkodnak, akkor ebben nagyon nagy lehetőségek is vannak. Hát a home office egyébként költségeket takarít meg, utazási költségeket takaríthat meg, ruházati költségeket takaríthat meg, amellett persze, hogy vannak plusz kiadások. A munkáltatónak takarít meg költségeket, és az otthon dolgozónak esetleg költséget jelent? Nem feltétlenül értek ezzel egyet, tehát a munkába járásnak a költségei, illetve hát annak a feltétele, hogy a munkába eljusson, annak azért a munkavállalónak is van kényelmi helyzet, esetleg a munkavégzés ideje is módosulhat, és ez még egyszer, én nem adnék egyértelműen negatív előjelet minden esetben ezeknek a változásoknak. Nem is erről volt szó, hogy negatív, hanem azt, hogy én azt gondolom, hogy a kiadások változnak. Tehát valóban a munkába járás költsége az csökken, viszont azáltal, hogy egész nap mondjuk otthon van valaki a home office miatt, mondjuk a rezsi költsége megemelkedik, gondolok itt akár egy fűtésszámlára, egy vízdíja, vagy bármi egyébre. Aztán ott van a következő, hogy az étkezési szokások átalakulnak, mert ugye korábban mondjuk volt akár otthon, vagy a gyermekeknek mondjuk az étkezés az iskolába. Most, ha otthon vannak, az online oktatással nyilván otthon oldjuk meg az étkeztetését. Tehát én azért gondolom azt, hogy hozott változást, és nem azt gondolom, hogy negatív lett a COVID hatására mondjuk akár egy home office-szal az életünk, hogy ez teljesen negatív hatás, változott, és ezt a változást, ezt valóban... Így van, a változást emeltem én is ki meg a lehetőséget. Például az étkezésnél én úgy gondolom, hogy ez a kovászos kenyérgyártás, ami elindult, meg az élesztőhiány, ami tavasszal volt, szerintem ez nagyon kedvező változás lehet például az étkezési szokásaink, és ezen belül a költséghatékonyság szempontjából is, hogyha esetleg otthon több mindent elkészítenek. Tekinthetjük-e, és azt hiszem ebben megegyezhetünk, tekinthetjük-e a COVID-ot világjárványnak és világjárvány miatt válságnak? És ha válság van, akkor az hogy hat a pénzügyeinkre? Mindenképpen válság, tehát abszolút válság, minden területre kiterjedő válság, de én azt gondolom, hogy a válság megoldásából olyan új lehetőségek jöhetnek ki, ami egy jobb szintre, magasabb szintre emeli a válság utáni helyzetet, mint ami a kiinduló volt. A válság maga, ez egy jelentős probléma, és nagyon komoly erőket kell arra mozgósítani, hogy a megoldások megszülessenek nagyon sokféle területen, ugyanúgy pénzügyi, egészségügyi, de társadalmi szinten is.
Én azt gondolom, hogy előtérbe hozta azt, amiről mindig beszéltünk, a pénzügyi tudatosságot. Tehát eddig is beszéltünk arról, hogy legyünk azzal tisztában, hogy hogy áll maga a családunknak, mint kis gazdaságnak a költségvetése, tehát milyen a bevételünk, kiadásunk aránya, és nagyon fontosnak tekintettük azt, és korábban mindig beszéltünk, hogy megtakarítással rendelkezzen egy család. Ez nagyon-nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy most március kapcsán nagyon sok család szembesült azzal, hogy van-e megtakarítása, és esetlegesen itt pont a jövedelmeknek a csökkenése vagy kiesése kapcsán rendelkezik-e egy olyan megtakarítással, amivel túl tudta élni akár csak egy kieső egy vagy két hónapot. A munkahely ideiglenes elvesztése azért itt nagyon sokakkal előfordult, és sajnos nem tudjuk az ideiglenességnek a végét. Tehát a turizmus, vendéglátás nagy iparágban, ami sok helyen a GDP 10%-át adja, megszűntek gyakorlatilag a munkahelyek, vagy minimálisra csökkentek. Igen, így van, tehát főleg azok a társadalmi csoportok, amelyek egyébként is sérülékenyek, valószínű, hogy itt is nagyobb kárt szenvedtek, itt az iskolázottság, esetleg a területi egyenetlenség miatt a bizonyos országrészek, és ágazati szinten. Tehát ugyanúgy, ahogy bizonyos ágazatok jelentősen csökkentek, illetve át kellett, hogy álljanak, mondjuk a vendéglátás, ha át tudott állni a házhoz szállításhoz, akkor még bizonyos szegmens profitálhatott is, persze jelentősebb volt a visszaesés. A turizmusnál igazából nem nagyon látszik, úgy gondolom, hogy milyen kiúton. Nézzük meg egy családnál, hogyha csak az egyik kereső dolgozik egy veszélyeztetett iparágban, akkor mi történik, és mi van akkor abban a rossz esetben, hogyha mindketten ugyanabban az iparágban dolgoznak, amelyet sújtja a járvány? Legelőször is mindig ugye azt kell megnézni, hogy milyen kiadásaink vannak. Vannak a kötelező kiadások, így megélhetésnél az élelmiszer és egyébre gondolok, tehát azt nyilván azt a családnak elő kell teremtenie. Itt jön az a helyzet, hogyha csökkent a bevétel, vagy egyáltalán megszűnt a bevétel, mint ahogy mondta, hogy mindkét munkahely mondjuk megszűnik, akkor van-e a családnak tartaléka. Ha nincs tartaléka, akkor rögtön jön az, hogy nézzük meg, hogy hova tudunk fordulni segítségért. Elsődlegesen ilyenkor azért a családhoz szoktunk legelőször menni, tehát hogy a családon belül hol kapunk támogatást ebben az esetben, vagy baráti segítség. Ugye nagyon fontos, hogy lehet különböző gyors segítségeket bankokhoz fordulni, hiteleket kérni, csak ezeknek mindegyiknek a jövedelem alapja, és ebből adódóan ez nem igazán célra vezető megoldás lesz, hogyha a munkahelyünket elveszítettük, hogy hitelhez folyamodjunk. Én azért az állam szerepét is kiemelném. Egyrészt bizonyos szempontból a Magyarországon azért a munkanélküli ellátás az nem egy különösebben tágkörű. Ugyanakkor a központi segítség több részről is, például a hitelmoratórium meghosszabbításával bizonyos egyébként meglévő kötelező kiadások esetleg eltolhatók, átütemezhetők vagy könnyítést kapnak, tehát ez egy többrétű dolog, nem oldható. Úgy gondolom, hogy családokat magukra hagyva nem tudják ezt megoldani, mindenképp kell központi állami vagy társadalmi segítség ahhoz, hogy ezt a pénzügyi helyzetet átéljük. Pénzügyi bizonytalanság mekkora lett a világban a járvány kitörése után? Nagyon érdekes, a volatilitások nagyon megnőttek, tehát hihetetlen esések és utána nagyon nagy visszapattanások voltak, tehát a tavaszi, mondjuk a márciusi mélypont után a karácsonyra több szférában is akár 100%-os pluszhozamok keletkeztek. Ez a nagybefektetőket érinti elsősorban, illetve akik tőke tulajdonosok, a háztartásoknak gondolom minimálisan van ilyen tőzsdei kitettségük, hogy ebből a profitból részesedhettek volna. Akkor ez például egy példa volt arra, hogy ha zuhan a befektetésünk értéke, akkor ne vegyük ki a mélyponton. Ez így van, tehát hogy a befektetések azért folyamatosan mozognak, ingadoznak. Aki befektetéssel foglalkozik, az tudja, hogy nem szabad pánikolni egy ilyen helyzetbe. Nyilván várni kell arra, hogy egy kicsit kisimuljon, és akkor gondolkodni ebbe. Hogy az egészségügy és a pénzügy hogy kapcsolódik össze, arra a következő kisfilm lehet példa. Ügyeljünk a járvány egészségügyi kockázataira, és használjunk bankkártyát, ahol csak lehet, érintésmentes fizetéssel. Fizessünk többször a bankkártyánkkal. A készpénzt el lehet veszíteni, el is lophatják tőlünk. Az apró pénz támogatása kényelmetlen lehet, a nagy címletből pedig nem mindig tudnak visszaadni. Szerencsére ma már nem szükséges túl sok készpénzt tartani magunknál. Vásárlásaink jelentős része kényelmesen, gyorsan, bankkártyával is kifizethető.
Ma már a legtöbb bank kibocsát érintőkártyát is. Ha még nem rendelkezünk vele, érdemes kérni a banktól, mert ezzel a fizetés sokkal gyorsabb lesz. Kérdezzük meg a kereskedőtől, hogy fizethetünk-e érintőkártyával. 5000 forint alatt csak oda kell érinteni a kártyát az elfogadó terminálhoz, és már végbe is ment a fizetés. 5000 forintnál nagyobb összeg esetén a PIN kódot is be kell ütni, de a fizetés ebben az esetben is gyorsabb lesz. Fizessünk kártyával, ahol csak lehet. Tudjon meg többet honlapunkon. Készült a Magyar Nemzeti Bank megbízásából. Most azt láttuk, hogy fizessünk többször a bankkártyánkkal, de a bankkártya, különösen ha hitelkártya, akkor nagy óvatosságot igényel. Így van. Visszatérve a bankkártyákhoz, egy nagyon jó rendelkezés volt márciusban, ha emlékeztek rá, vagy emlékeznek rá a kedves nézők, amikor az érintős vagy PayPass fizetési módnál a limitet módosították, ugye 5000 forintról 15000 forintra. Ez én azt gondolom, hogy ez egy jelentős segítség, hiszen ha egy bevásárlásra gondolunk, és már nem is kell olyan nagy bevásárlásra gondolni, gyakran ezt az 5000 forintot túlléphetjük, és ebben az esetben ugye 15000 forintig nem kell tulajdonképpen hozzáérni, hogy a PIN kódot megadjuk, ez nyilván biztonságot jelentett itt a vírus idején, úgyhogy ez mindenképpen egy pozitívum. Ha egy családnak hitele volt, van, és a koronavírus járvány érinti a család költségvetését, akkor mit tanácsolnak nekik ebben a helyzetben? Mindenképpen először a hitelintézethez kell fordulniuk, hogy milyen megoldások vannak a szerződés fenntartása, szerződés keretein belül. Esetleg fizetési haladékot kaphatnak, fizetési könnyítést kaphatnak, hogyha erre lehetőség van a szerződés módosításával, esetleg a futamidő meghosszabbításával, hogyan lehetséges az, hogy a terheiket idéglenesen vagy részben csökkentsék. Az az érdeke mind a két félnek egy ilyen szerződésben, hogy ez a szerződés megvalósuljon. Tehát azt gondolom, hogy ez irányba a hitelintézetek is nyitottak. Illetve hát bizonyos esetleg egyeztető testületekhez lehet fordulni, ahol a segítséget kapnak. És ha élnek az állam által nyújtott moratórium lehetőségével, akkor jó előre kell gondolkodni, hogy amikor az letelik, akkor hogy lépnek vissza újra a törlesztésbe? Igen, minden hitelnél előre kell gondolni. Itt egy olyan helyzet van, amire nem gondolhattak, mert ez egy ki nem található visszás helyzet, és valóban a fizetési moratórium, illetve a futamidő meghosszabbítását újratervezés. Mire figyeljünk az újratervezésre? Én azt gondolom, hogy egyébként egy nagy segítség volt ez a moratórium, ami márciusban bevezetésre került, csak itt van egy nagyon lényeges pont, amit szeretnék kiemelni, hogy ez a március 2020 március 19 előtt folyosított hitelekre vonatkozik a moratórium. Tehát akik ezután vették fel a hiteleket, és mondjuk most szembesülnek azzal, hogy pénzügyi nehézségeik vannak, rájuk ez a moratórium nem vonatkozik. Vagyis a moratórium azokra a hitelfelvevőkre vonatkozik, akik még a COVID-járvány előtt kértek és kaptak kölcsönt. Így van. Tehát rájuk ez automatikusan vonatkozik. Ha nincs pénzügyi nehézségük, és szeretnék fizetni a hitelüket, akkor nekik kell ezt a bankuk felé jelezni, és akkor ők tudják a törlesztő részletet fizetni. Egyébként pedig élhetnek a moratóriumnak a lehetőségével, ami mindenképpen egy lehetőség azoknak a családoknak, akik pénzügyi nehézséggel küzdenek, vagy a jövedelmüket a COVID mondjuk hátrányosan érintette, mert mondjuk csökkent a bevételük. És akik mondjuk nyáron vettek föl hitelt, és most kerülnek bajba? Ő rájuk nem vonatkozik ez a moratórium, tehát ha ők bajba kerülnek, akkor föl kell keresniük a pénzintézetüket, és ott segítséget kérni, hogy milyen megoldást tud a bank, akár átütemezéssel, vagy bármi egyébbel, vagy futamidő hosszabbítással, tehát mindenképpen a lehetőséget kell megkeresni, hogy ez a szerződés fönnmaradjon. Én azt gondolom, hogy ez nem annyira élő probléma, mert akkor már a helyzetben benne voltunk. Tehát valószínűleg tartom, hogy aki ebben az időszakban vett föl hitelt, az már tudatában volt ezzel a helyzettel. Úgy gondolom, hogy ez így méltányos maradhat ez a moratórium. Kivéve akkor, hogyha valami kényszer hitelbe kényszerült bele, tehát egy valami áthidaló más megoldást nem talált. Nyilván a bankok is ebbe a helyzetbe sokkal körültekintőbben, vagy szigorúbban, inkább ez a jó szó, nézték meg, hogy kinek tudnak hitelt folyósítani itt a járvány idején, de ettől függetlenül előfordulhat, hogy valakinek nehézsége lesz, az a lényeg, hogy olyankor mindig a hitelintézetet keresse elsőként. Ez egy jó helyzet olyan szempontból, hogy újra tervezheti egy család a moratórium alatt, hogy milyen legyen a költségvetése, mire költ, hogyan törleszt, amikor ez lejár. Mit gondolnak?
Abszolút, én azt gondolom, megint visszajövünk ahhoz a szóhoz, hogy tudatosság, meg ahhoz a régi magyar bölcsességhez, hogy addig nyújtózkodj, mint a takaród ér. Tehát ez, hogy legyünk tisztába azzal, hogy milyen kiadásaink vannak, ezeken tudunk bármit módosítani, gondolok itt bizonyos, akár egy telefon, akár egy bankszámlacsomag, vagy bármi egyébnek a változtatásával, ami ugye kiadás csökkentéshez vezet, és legyünk tisztába azzal, hogy hogy alakulnak a bevételeink, és ezt tudatosan kezeljük a pénzügyeinket. Kedves nézőink, műsorunkat gondolatébresztőnek is szántuk, és arra biztatom önöket, hogy keressék fel, ha további kérdéseik vannak, a Magyar Nemzeti Bank honlapját, azon belül a pénzügyi navigátort. Ott például találnak egy olyan aloldalt, ami a gazdasági pénzügyi válaszlépéseket sorolja az új koronavírusra. Itt további válaszokat kaphatnak felmerülő kérdéseikre. Köszönjük figyelmüket, vendégeinknek pedig köszönöm a szakértő segítséget. Köszönjük. Köszönjük, viszontlátásra.